nem névnapot, jó? Istenetesen sok egy sok. Lássál, jó messzire édes! Egy kis hozzájárulás. Hát, ha azt el tudtad olvasni, akkor már mindent el tudtál olvasni. Hallottad? Igen. Egy kis hozzájárulás. Köszönöm. Kicsit rossz így a dolog, de most ez így alakult. Most a praktikumok idején. Megbeszéltük, úgyhogy a praktikumok én korszak a következő. Nagyon szép, köszönöm szépen. Úgyhogy minden rajta van, ami fontos a témához, és mivel magyar pártunk és kormányunk kitalálta, hogy nincsen papír 50-es, ezért mind fémlik ott az összes pénz. Nagyon jó. Leszel szíves vigyázni rá. Használd egészséggel. Úgyhogy most vissza a virágokat a vederbe. Igen, mindenki. Nem jó, ezt egy vázába tegyük most már külön. Akkor ezt tegyük egy vázába. Mit tartok itt mindenki előtt? Most csak mi, mert mi hétfőn. Köszönöm szépen. Mert ti? Hétfőn és hétfőn. Isten kérdésem, sok boldog névnap. Megy a kamerása? Nagyon változott. Nem tudom, ilyen. Isten hogy legyen miben visszacsomagolni, csak így. Ugye kaptam a névnap és köszöntöltem, sok boldog névnapot. Hát, csöpöntjük. Add ide. Ja, Szücsi, gyere, vedd át, és akkor a alánka is megrad. Volt a világa, Attila, Ennyite körülmény, hogy a csaj meg van zavarodva. Ennyite körülmény, hogy nem csodálat. Jó, húsz. Nem lett rosszul. Attól féltem. Esküszöm neked, ha lett volna időm a kocsi mellett. Csináltam volna egy fatestápolót neked, és becsomagolom papírba, bézból ütött, lájtba és parafába, érted? Light, mert rájöttem, hogy fa light és parafa, zárója parafa. Hát akkor, istenetesen, nem tudom, hogy észrevettétek-e, de már ma ilyen bomba jó napotok van, egy verset se írtam. Nem azért, egy verset se írtam. Már komoly. Ma megúsztuk a verseket, mi? Mára nekem elég volt. Majd fogtok kapni verseket, majd külön-külön, majd írogatok valamit. Ahhoz hangulat kell, szívem, azt nem lehet erőlködni. Úgyhogy te most szagiszoljál le, és nagyon tudjál örülni minden. Igen. Úgyhogy... És akkor hol van a rom? Most követően ne nyomja. Rómajsztó. Ne kapudj vele anya, mert akkor rohanni fogunk a képen. Nagyon szépen köszönöm. Ne kapudj el, mert rohanni fogunk a képen. Hol vagy, Ró? Jó, ezt miért öltem el? Na várjál, most ugyanaz meg kell nyomni még egyszer, akkor megáll. Jól megvan. És még ő mi? Hát de most kell még itt. Még kell gondolkodni. Nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem a hangszor, nem tudom. Anyám, ez egy szívkörs, elfelejti a kamerát a kezébe. Beközelíted, várjál. Kész. Jaj, hogy kell közelíteni? Már elfelejtette. Föl a tetején. Nem ér föl. Nem ér föl. Bocsánat. Jaj, de gyönyörű! Itt van a rózsa. Hát majd meglátod. Jaj, nagyon-nagyon jó. Nagyon. Jó van akkor. Rózsa drága, ne menj el, ne menj messzire, mert most még jön egy második sisere. A nehezén túl voltunk ott lent. Nem igaz, hogy néz ez ki. Most már csak a könnyebb fele maradt hátra, úgyhogy Isten tetszeni sokáig. Várjatok már, Lacos! Jönnek. Csak hát elosztjuk szépen időben is, hogy kicsit sok boldog név napot. Majd a többiek is. Sok puszhatás. Te Alán, nézd meg, hogy néz ki. Ja. Jó. Nem beszélek vele. Jó, most már nem. De belbeszéltél. Na, jönnek, kínhagyod állandóan. Csak a háta mögött. Kínhagyod állandóan, Istenért. Vigyázz? Ez most csak ilyen kis szárazon az Isten kérdésem. Sokáig az meg ott ázik lent vizesen. Isten értesen sok boldog szüli napot, névnapot, autónapot. Három kéz közötti figyel laposítjuk. Jaj, de jó! Na gyerekek, olyan hajjon. Alsó felső királyász minden lapos. Na ne, le figyeld, rögtön állj csak. Ne csináld. Ez neked nem jó. Ez nem a te hajadra való. Na, tessék! Normál hajra, normál hajra! Hol vagy te a normál topja? Jó,
Vigyázz, így is maradj. Jó, Istenem, nagyon szépen köszönöm. Minden nagyon szépen köszönöm. Jaj, nagyon örülök mindennek, köszönöm szépen. Nagy vagy, sok boldogságot. Jó egészséget, sok örömet a hazaszakot. Nekünk csak egy negyed kerék van. Kell az a negyed kerék. Anélkül nem megy. Anélkül nem megy, igen. Gyere a papához ide. Már olyan zavarban vagyok. Legalább valamiben vagy, tudod, nem mindig jó, mint a nyakidat vett bele. Mi van, Csiki? Nem érted ezt a nagy nem, csiki? Szegény Csiki, teljesen meg van kérdezni. Nem tudod, hogy miről van szó. Na most, az az igazság, ha lett volna Mária virág, akkor azt kapja a Babi. Ha Anikó virág lett volna, akkor az Edith napra te kapod meg. De mivel rózsa nap van. Miértjük? Miért? Hát édesem. Így megy ez. Ha figyeltél volna tőlünk, senkitől nem kapott, csak de. Tőled. Helyes, nagyon helyes. Itt van. Itt vannak rózsák, de... Ja, van. Persze. A mamáiba is rózsának rózsát. Na, drágaságom. Ez a vége. Esküszöm neked, 10 évre letudtam mindig. Semmit! Karácsony, névnap, születésnap. Kocsi amortizációjáig. Amit akarsz. Na, fiatal diák. És légy olyan fiatalos, mint a Tiko most. Pikacs. Szia Mira. Szia Mira, nem érted ezt most az már egészséget? Mindig fél oldalra teszi le a fenekét. Most már elhiszed, hogy miért nem volt sok időn más csinálni? Na, szóval. Semmire nem volt időnk. Menjetek be, békítsétek azt, hogy... Rossz helyen állunk. Ott az ablak előtt állsz. Már segítsél nekem, abba a fehér vázába hozzá virágot, vagy vizet. Na, szóval tudnak még neked is meglepetést okozni. Mert egyébként a kamerával itt volt a felirat is, hogy nem jó, hol van. Itt van, Ró születésnapja meglepetésekkel. 4 óra volt. Tehát találsz az inget. Csokkolnak. Ez jó? Épeszű ember vagy. Igen. Te egy épeszű ember vagy. Ebben az ölben nem kell vízni. Hát kérdezni. Az nem jó válta. Viszont ha az se jó, az a fehér, igen. Mi van? Mi van? Most hosszú. Nagy mél. Mél a csendben elült a zsivaj. Levetítés után mindenki rettenetesen el van anyátlanodva. Ebben nagyon tetszett a felvétel. De azért... Jól csinálta a rózsa meglepetést. Jól meg vagyunk. Igaz-e, húsom? Jól meg vagyunk? Igen. Akkor most egy kis pauza lesz. Egyáltalán ott van még a kocsi? Kukucska. Vannak még rajta masti? Az nem lehet. Mert felhozták a gyerekek. Nem az összeset. Nem maradt még rajta? Hármat hoztam, csak föl volt az elején, még egy az elején kettő. Ugye hát ott egyszer csinálni. Most már ő is meg van örökítve. Az első totál premier plánja megvan a kis kutyusnak. Úgyhogy most akkor szevasz.
Rózsika nincs csinálta a masnit, Csabi? Igen. Várj, egy picit. Boldog szüli napot, boldog szüli nap, rózsa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hát, akkor köszöntünk most téged! Ez már olyan sok gyerek! Ezt még nem számoljuk! Hát te mit csinálsz ott hátul? Hát gyere már ide a körbe! Tűnk hát téged, ha már így együtt vagyunk, ajándékul fogadd el, vidám kis dalunk. Boldog! Figyüld inkább! Boldog születésnapot! Nem úgy! Kívánjuk, hogy legyen szép napot! Boldog, boldog, boldog születésnapot! Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot! Boldog, boldog, boldog születésnapot! Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép magot. Hú! Na, öröm! Istenem! Dobjuk föl! Várjatok egy Azt mondta mama egyébként, hogy ő is ott volt. Igen. Ő is azért ott volt. Kap ő is puzit. Bezzeg a papa is, mi? Hoppá! Ez egy kicsit korai volt. A papa csak lerágta 10 körülmény. A papa nem hitte el, hogy lány vagyok. Igen. Nincs sem, hogy a Levente fiú, okay. Megkérdeztem a dogítós biztos. Mert újhatom. Légyon kedves. Újhatom. Na, csak közelebb a fejedet. Tényleg fiú? Igen, ott voltam. Japán. Na. Na! Na! Na még egyszer! Jó van! Századik nekifutásra csak sikerült. Hát akkor Isten éltessen sokáig ezen a 48-on. Most annak ellenére, hogy annak hallod? 20-ra tudtad csak elfújni a kocsi, mégis a kívánság meglett. Azt mondják, hogy ha egyszerre el tudod fújni és kívánsz valamit, akkor az beteljesedik. Hát most hülyeskedni akartam, csak nem figyelt oda, nem hát akkor. Rózsa, te nem figyelt oda, amit mondod. Ott a kis autó. A 48. szülinapodon. Rubokán készen! Isten éltessen! Figyelj! Tudod, én kinyom. Thank you.
én nekem erről az a véleményem, Kriszti, hogy hát te igazán barátnő lett. Azt fogja elhinni, amit én mondok, mert akkor ezek szerint a Gábor is egy csomó szarságot mondott róla neked. A Móni is ezek szerint egy csomó szarságot mondott. Én ezt nem fogom túladni, mert ez egy hülyeség, ha mindenki elmondana mindenkinek mindent, hol áll a világ. A barátok szeretik egymást, és nem adják ki azokat a dolgokat, amiket nem szabad elmondani a másiknak. És a párfi és én köztem tényleg nem volt semmi, és arra bizony, akkor most kipróbít. Nem vagyok hülye! Akkor mondom, magyarázz meg, hogy miért mondtad azt nekem, hogy lefeküdtél a pártiban. Mondd meg, hogy miért mondtad ezt nekem. Miért? Azt akartam, hogy bizonyítsam azt, hogy én is nő vagyok, hogy kellek mások is. Előttem kellett bizonyítani, amikor tudtam, hogy mennyi pasinak tetszel. Előttem kellett bizonyítani, amikor tudtam, hogy helyes vagy, csinos vagy, és mennyi pasinak lesz. Előttem kellett ilyet bizonyítani. Csak a Gábor kellett, és te is nagyon jól tudod, senki más nem tudja olyan jól, mint te. Tudom, és én meg is mondtam a Gábornak, hogy halálosan szerelmes vagy belé. És hogy a szerelem mellett még férted bele az életedbe. És majd legközelebb nem csinálsz ilyen fasságot. Miért kellett ilyen hülyeséget mondanod, hogyha ez nem igaz? Nem igaz, nem tudom, hogy miért mondtam. Azért, hogy úgy gondolt, hogy neked ott volt az a sok férfi, mindenki ott lógott körülött. És engem kell utánozni? Nem, Kriszti, figyelj ide. Hát akkor... És a Petivel kapcsolatos dolog is úgy igaz, ahogy elmondtam. És a Peti, ti soha nem fogjátok fölhívni, a Peti hazudozik össze-vissza, nem hazudozik. Igazad van. Ne is hívd föl, hogy ez így volt-e. De esküszöm az életemre, a gyerekeim életére, hogy nem volt köztem és a Péter között semmi. Semmi. Azért hívtam, hogy menjél a Balatonra és beszéljen a Gáborral. És kérdezzük az... És akkor 20-án, amikor beszélünk telefonon, akkor miért kellett azonnal rögtön fölhívni? Fölhívtam a Pétert, mert el kellett neki mondanom, hogy te mondja meg, hogy annyiszor beszéltünk, mert neked fájna. Kriszti, miért nem hiszed ezt el nekem? Mindegy, hogy nem akarok erről beszélni. Azt mondd meg nekem, hogy a Gábor föl fogja hívni valahova is sem. Hogy viselkedett azután, hogy te ezt mondtad neki? Hogyha tudott volna hányni, akkor az egész napot végig hányta volna. Teljesen jót hányta volna. Ő részéről is ugyanolyan szerelem volt, amilyen a természetről volt. És elmúlt a szerelme? Te mert igaz, nem tudom, hogy mi van a Gáborban igazából, mert amikor mi kint voltunk, az egy más világ volt. Reggeltől esti programok voltak, szemnézett helyeken jártunk, kurva jól éreztük magunkat úgy, ahogy volt. A Gábornak, amikor ezt elmondtam, két napig olyan idegbeteg volt, hogy nem lehetett vele bírni, utána fokozatosan megnyugodott, én is két napig használhatatlan voltam. Én üvöltöttem és sírtam, és öltöznettem a telefonomat, és azt mondtam, hogy ez a szemér büdös kurva, és üvöltöttem, és olyan fájdalmam volt, mint hogyha együtt lennék a Pistivel, és te úgy csináltad volna meg. Kriszti, nem volt a barátod, igazságtalan vagy. Évek óta nem volt a barátod a Pisti, évek óta nem volt. Én nekem úgy jöttem vissza a fülembe a dolog, hogy tavaly nyáron történt, amikor én olyanokat éreztem úgy fent a Pisti iránt, hogy esélyét láttam, hogy együtt veszünk. Kettő, azt mondta a Pisti, hogy a nőt
fasságot soha az életben nem mondott neked, hogy te vagy az a nő, akivel te együtt akarsz, vagy együtt akart lenni, csak a gyerekeid miatt nem vált el. És utána is, amikor megdőlt egyszer, akkor utána is másztál, és elzavart. Nekem ezek jutottak vissza, és én üvöltöttem a fájdalomtól. Én akkor olyat éreztem, hogy... Jó, én itt úgyis a termét beszélhetek, mert itt mindenki csak a Pistinek fog írni. Teljesen mindenki. Beszélhetünk a Pistinek, Krisztinek. Ez ugyanolyan dolog, mint amikor a kérdettel meg ilyen beszéltünk. De ez a dolog, ez régi dolog, ez 2 éve volt. Nincs jelentősége, semmi, mert a Pisti 100 millió.